Matilda vagyok, és a mai videó a könyvfesztiválos book haul per élménybeszámolóm lesz. Ugye idén is megrendezésre került a nemzetközi, budapesti nemzetközi könyvfesztivál, és tavalyhoz képest idén most többet kint tudtam lenni, ugye tavaly konkrétan csak körbe rohantam, megvettem, amit akartam, és aztán jöttem el, és utána nem is voltam kint, csak a csütörtöki napon mentem ki bevásárolni. Idén úgy alakult, hogy hát a vasárnapom az fix volt, mert ott volt program, amire mentem, illetve hát végül kimentem szombaton is egy kicsit, bár így igazából a szombatom szólt arról, hogy megvettem, ami tervben volt, és utána jöttem haza. Úgyhogy igazából vasárnap volt nekem most a bandázós napom, de nagyon jó volt. Meg ezek a könyves események mindig egy kicsit így feltöltenek energiával, úgyhogy nagyon örülök, hogy most idén azért kicsit többet ki tudtam lenni, és tudtam találkozni emberekkel is. Most tudom, mivel kezdjem. Ja, egy kicsit nem tudtam merre állok arccal így a könyvfesztivál idején, mert hogy így programokat sem néztem előre, bár így nem is nagyon volt most olyan, így mondjuk akár külföldi szerző, akár másmilyen, ami így kifejezetten úgy voltam vele, hogy na erre biztos akarok menni. Az egyetlen fix pontom az a Natalia Sherba volt, ugyanis ott az Európa könyvkiadók kért fel, hogy én és Edmond, illetve a szerzőfordítója, Teleki Anna beszélgessünk vele az új kötete kapcsán, ami most jelent meg az Európánál. Úgyhogy az volt egy ilyen fix pontom, meg utána a Natalia Sherba dedikálás is. Hogyha emlékeztek, akkor Natalia Sherbánál voltunk kint, szintén az Európa könyvkiadó által egy ilyen közönség találkozó, egy ilyen kis találkozón voltunk nála, arról is egyébként volt külön videó a csatornán, és a szerző maga végtelenül imádnivaló, nagyon-nagyon szeretem, nagyon cuki, nagyon aranyos, úgyhogy már csak ezért is mindig megéri vele találkozni, mert tényleg imádnivaló. Úgyhogy így ezért volt nekem a vasárnap a fix pontom. Úgyhogy akkor lehet, hogy ezt az egész bookhaul dolgot is a Fenisszal és az Álmos házzal fogom kezdeni. Magáról a könyvről most nem akarok ebben a videóban beszélni, mert arra majd ott lesz a szeptemberi összegzésem, amiben ha a mai napon be tudom fejezni a másik könyvemet, két könyv lesz, ha nem, akkor csak ez. Ez ugye Natalia Sherbának a legújabb regénye, és ennek a kapcsán volt egy 45 perces beszélgetés vele, majd a dedikálás, úgyhogy természetesen dedikáltattam ezt a kötetemet is, ugye nekem az óramágusok 1-2-3 van még tőle dedikálva. Úgyhogy ez volt az első esemény, amire igazából vasárnap így odaestem. Na és hogy miért végtelenül cuki egyébként Natalia Sherba? Egyrészt a dedikálásra is hozott ilyen kis matricákat a főszereplőről, szerintem azt így adta is a könyvekhez, de nekem is adott egy adagot, illetve hozott nekünk sütit. Ez a süti egyébként azért érdekes, mert ez ugyanaz, ami a könyvben is jelentőségteljes. Illetve kaptam még tőle teát. Úgyhogy Natalia Sherba mindig végtelenül cuki, amikor voltunk nála legutóbb, akkor is egy rakat ajándékot adott, tehát hogy imádnivalóan ő tényleg. Úgyhogy már csak ezért is, akár hogyha valakit érdekel, megéri adni egyesét a könyveinek. Főleg, hogy nagyon különleges mágia rendszerekkel dolgozik. Tehát ugye az óramágusokban az idő, ebben az új kötetben pedig az álmok. Oké. Nézzük akkor, hogy mik voltak azok a könyvek, amiket így a szombati napon vettem. Az volt ez a kupacom. Igazából 4 könyvem volt listára rakva, hogy 4-et akarok megvenni. Több könyv volt a polcomon, de 4 volt abból az, amire tényleg azt mondtam, hogy na ezek jönnek velem haza, mert a többi az ilyen, hát ha igen, akkor igen. Na most ebből, mint kiderült, csak 3 jelent meg, mert én benéztem, és amikor megláttam egyszer Mojon a Fangirl mangának a 4. részét, az, mint kiderült, az angol verzió volt, nem a magyar. Úgyhogy még nincs kint az a magyarul a Fangirl manga 4. része, hogyha valaki más is beleesett volna abba a hibába, mint én. Ez ugye csak azért lesz szomorú, mert pont október 1-től ugye az elkötöttségi törvény érvénybe lép. Nagyon örülünk neki ugyebár, úgyhogy ezt nem tudtam megvenni, de minden más megtudtam, amit a tervben volt. Többek között a ház az égszínkék tengernél, ami nagyon nagyot ment BookTube-on is, és mindenki nagyon szerette. T.J. Klune-tól, ennek jelent meg most a folytatása, a Túl az égszínkék tengeren.
ez egyértelmű vétel volt nálam, hiszen nagyon szerettem a házat is, szóval nyilvánvalóan kíváncsi vagyok a folytatására, bár amúgy itt van még mögöttem két másik T.J. Klum könyv, ami megjelent a Te a házas óta. Kéne olvasnom T.J. Klumt is, igen. Oda jutok, de bevásárolni már bevásároltam. Aztán a következő, amit így pár nappal a könyvhét előtt láttam, hogy őszinte, vagy a könyvfeszt előtt láttam, hogy megjelent, ez Emily Nagoszkitól az Összhangban, és az Úgy, ahogy vagy című kötetéről a szerzőnek volt már egy videó, mert nagyon-nagyon szerettem azt a könyvet, és nagyon fontosnak tartom azt a könyvet, és tudom, hogy megjelent neki az Érzelmi kiégés című könyve is, amit azt hiszem a testvérével írt, de ez most ennek mi az a címe? A tartós szexuális kapcsolatok pszichológiája, és én ezt egy kicsit ilyen folytatásának érzem az Úgy, ahogy vagynak, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre is így azok után, meg egyébként is nagyon szerettem az információkat, amiket a szerző biztosított az előző kötetében is, amit olvastam tőle, úgyhogy már csak azért is kíváncsi vagyok erre is, de egyébként az Érzelmi kiégést is majd el akarom olvasni, csak ezt most megláttam, hogy megjelent, és így egyébként szép lila is, úgyhogy tudjátok, hogy mivel lehet engem könnyen ösztönözni vásárlásra. Meg volt a színskála, na. Úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok, és így szerintem non-fictionben kb. Ő az a szerző, akit így azt tudom mondani, hogy szeretek is olvasni. Bár tény és igaz, hogy Matilda nem olvas túl sok non-fictiont, de Emily Nagoszkinek nagyon szeretem, ahogy témákat közelít meg. Na és az utolsó, amiben biztos voltam még, hogy megveszem, az az Emily Wilde sorozat második rész, ami most jelent meg szintén az Agavénál, és itt volt egy dilemmám, hogy most akkor vegyem a simát, mert ugye ebből is van nem eldekorált verzió, de mivel én az elsőt az eldekoráltban kaptam meg a kiadótól, ezért úgy voltam vele, hogy jó, passzoljanak akkor egymáshoz, úgyhogy megvettem az eldekorált másodikat. Ez is szép lila, mint láthatjátok. Igen, egy kicsit ilyen színkompatibilis könyveket vettem, úgyhogy majd ezt is szeretném minél előbb olvasni, mert erről volt az első részről a vlogom is, és nagyon szerettem azt a könyvet is. Na és hát a negyedik könyv, mert hogy igen, végül négy könyvet vettem könyvfesztiválon, de mentségemre legyen, ugye egyrészt a Fangirlt így nem tudtam megvenni, még nem jelent meg, és ugye nekem magyarul vannak meg, másrészt igazság szerint ezt a könyvet is feltettem a polcomra, hogy lehet megveszem könyvfesztiválon. És így konkrétan mielőtt így jöttem volna a könyvfesztiválról, még ezt így odament a könyvregényes pulthoz, hogy Matilda, te nem szeretnéd ezt a könyvet? Én meg így mondtam, hogy de tulajdonképpen ez nekem fönn volt a listámon, hogy megveszem, úgyhogy megvettem a Távolűrt, Farsektort, amiről ezt is szerintem a legutóbbi könyvkempingen áradozott, és már akkor mondtam, hogy na, ez engem érdekel, és ráadásul ugye M.K. Jemisin írta. Tőle nagyon régóta egyébként nálam váró listás az 5. évszak, majd egyszer el lesz az is olvasva. De ezt írva nagyon sokat áradozott, és eleve a szerzőt nagyon sokan dicsérik, úgyhogy és nagyon kíváncsi vagyok rá. Ilyen klasszikus, szuperhősös képregényt annyira nem olvastam, bár ezt valami olyasmit mondott, hogy ez nem is számít annak, úgyhogy és mondta, hogy ebben is vannak nagyon szép lila panelok. Nem kellett sokat győzködnie, mert már meggyőzött réges-régen, csak azóta megjelent magyarul a könyv. Úgyhogy jövöttem vele, hogy hát akkor üsse kavics, megvettem. Na de, nem ez volt minden, amivel hazajöttem a könyvfesztiválról. Ugye a Fenissa az recenzió volt így a beszélgetés miatt. Ezt elfelejtettem mondani. Mert még a könyvmagképzőnek volt egy ilyen privát sajtó eseménye, amin igazság szerint arról beszéltek, hogy mik az ő terveik így az október 1-től kezdve, ugye amikor határba lép az elkötöttségi törvény. Én tudom, hogy erről a témáról egyébként nem beszéltem így külön a csatornán, viszont a többieknek nagyon jó videóik vannak róla, meg összefoglalóik, és őszintén szóval nekem így nagyon hektikusak voltak az elmúlt hónapjaim, szóval, hogy sajnos ezzel a témával így külön én nem tudtam foglalkozni, de mindenki másnál egyébként nagyon jó tájékoztatást tudtok róla kapni, úgyhogy bocsi, hogy én ezt így nem tudtam bevenni így a hónapban, megint kb. Csak egy videó volt előtte, és ilyen egy-egy videók voltak, úgyhogy most nagyon ez a videózás most nagyon nem megy nekem egyébként sem. Igen, szóval a könyvmagképzőnél volt ez az esemény, ahol így erről beszélgettek. Most abból, hogy tehát ezek még ilyen nem publikus infók, úgyhogy erről majd, hogyha bármi lesz is, akkor később lesz szó. A beszélgetés után, per tájékoztató után volt még egy kis eszegetés, iszogatás, illetve kaptunk ott is egy kis
ajándékot így extrában, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a könyvekérző kiadónak a meghívást erre az eseményre. Egyrészt kaptunk egy vászontáskát, amit tudom mutatni. Ilyen, ugye most ez a könyvsárkány projekt van náluk, és igazából erről meséltek. És hogyha valaki volt kint könyvfesztiválon, akkor valami így szelét ugye így ennek meglengették, hogy ez folyamatban van, mert hogy ha bizonyos összeg fölött vásároltak náluk az emberek, akkor kaptak ilyen kis sárkánytojást. A színváltósat, amiben lapult egy kis sárkány is. Amit én Gyurival elcseréltem, mert nekem a lila kis sárkány kellett. Ő meg mondta, hogy neki meg nálam meg ugyanilyen kék-zöld volt, úgyhogy ezt becseréltük. Igen, mert ezeken van ilyen kis kód az alján, meg valami könyvjelző, volt könyvjelző is, ami szintén van kód. És ezekkel lehet majd később valami titkosat csinálni, úgyhogy ha bárki kapott könyvjelzőt per sárkány tojás, mindenképp tartsa meg a kódot hozzá, vagy hát ami rajta van, mert kelleni fog. És akkor kaptam még könyveket is a könyvmegképzőtől, úgyhogy nézzük, mik ezek. Az egyik ez a Van Dark Window Richard Gillig-től egy sötét ablak. Őszinte leszek, rajtuk van, hogy TikTok szenzációk, ennyire nem követem a BookTokot, szóval nem vagyok teljesen képben mindegyik könyvvel. Aztán itt van a The Wishing Game, ezt Fanny egyébként a kis Fanny-nk, nem a nagy Fanny-nk, a kis Fanny-nk, így ahogy elmondta, ez egész érdekesnek hangzik. Ez meg Schaeffernek a könyve, és egyébként ez nagyon kis csini is. Aztán itt van a Mielőtt elengedlek, Kennedy Ryan-től. És amit viszont ténylegesen ismertem a kupacból, az a Max Tunnall sorozat, mert ez a sorozat is igen, a Save Me, Mench meg a címe, Mona Kastentől. Na most erről tudom, hogy ő egy német szerző, és ebből a könyvből idén volt az Amazon Prime-on sorozat, amit annyira durván hype-oltak nekem TikTokon, hogy hát muszáj volt megnéznem, és én nem gondoltam volna, hogy élvezni fogok bármit is német szinkron, hát mert ugye német a sorozat is, németül nézni bármit is, de hogy esküszöm, nagyon-nagyon durván jó volt az a sorozat, úgyhogy nézzétek meg. Nem tudom a könyvhöz képest, mik a különbségek, per nem. Láttam olyan videót, amiben beszéltek arra, hogy mi az, amit kihagytak mondjuk a könyv végéből, és nem tették bele a sorozatba. De nagyon kíváncsi vagyok a könyvre is, de a sorozat az ilyen, úgyhogy a sorozatot menjetek, nézzétek meg, nagyon tudom ajánlani. De így legalább most el is fogom tudni olvasni a könyvalapot is, mert láttam könyv héten is, a könyvmegképzős szórólapban benne volt, hogy ez meg fog jelenni, csak egy tökre elment a fejem felett, hogy most jelent meg egyébként. Nem tudom, hogy, esküszöm, nem láttam, mert be kell vallanom, az Instagram algoritmus annyira nem szeret, mert hogy hódzihár, hogy nem azokat a posztokat teszi be elém, akiket követek, és így nem látom az ilyeneket. Úgyhogy innen is még egyszer köszönöm a könyvmegképzőnek a meghívást erre az eseményre, meg persze ezt a sok-sok ajándékot, amit kaptunk. Hát nagyjából ez lett volna akkor a könyvfesztiválos kis nagyon gyors élménybeszámoló per bookhaul. Ha ti is voltatok kint könyvfesztiválon, vagy ha nem, mert online is szoktak ilyenkor ilyen könyvfesztivál kedvezmények lenni, akkor írjátok meg kommentben, hogy mik voltak azok a könyvek, amiket ti beszereztetek most. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!